két percben a növekedés alapeleméről, a fehérjéről. A víz után a fehérje a leggyakrabban előforduló eleme testünknek. Szinte minden élettani folyamat részese szervezetünkben. Szállítja többek között a vasat és az oxigént, felel a savbázis egyensúlyért és a szervezet kémiai folyamatainak szabályozásáért. Az izmok, sőt az agy növekedésében is szerepet játszik, de segíti az immun és az emésztőrendszer egészséges működését is. A nem megfelelő fehérjebevitel hosszú távon a szellemi és fizikai fejlődés rovására mehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekünknek habzsolnia kell a fehérjében gazdag élelmiszereket. Az sem mindegy, hogy milyen formában jut fehérjéhez a csecsemő. Ahogy nő a gyermek, úgy változik az anyatej összetétele, igazodva a baba szükségleteihez. Ideális esetben az élet első 6 hónapjában a megfelelő tápanyagbevitel kulcsa az anyatej. Ez a táplálék elsődleges forrása a minőségi fehérjéknek. Azok a babák, akiket szoptatni tud az édesanyjuk, ezáltal megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjéhez jutnak. Ha azonban az anyatej valamilyen okból pótlásra szorul, az édesanyáknak kiemelten fontos odafigyelniük arra, hogy összetételében az anyatejhez mindinkább közelítő, a korosztályos szükségleteknek megfelelően alacsony fehérje tartalmú tápszert választák. Később pedig arra kell gondot fordítani, hogy a hozzátáplálás időszakában milyen forrásból biztosítják a szükséges mennyiségű fehérjét gyermekeiknek. Míg egy felnőtt fehérje szükséglete körülbelül 50 g, addig egy 8-9 hónapos gyermeké mindössze 10 g. Ez az ötszörös eltérés azt jelenti, hogy egész egyszerűen nincs szüksége egy kisgyermeknek annyi fehérjében gazdag húsra, tojásra, tejre vagy sajtra, mint egy felnőttnek. Még akkor sem, ha a szeme többet kíván egy-egy etetéskor. Vagyis a napi egyszeri húsfogyasztás vagy fél liternyi tej alapú táplálék vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gyerekital bőven elegendő lehet. Rendkívül fontos ezért, hogy már a kezdet-kezdetén odafigyeljünk a tudatos táplálásra és a megfelelő fehérjebevitelre a mindennapokban. A lényeg az, hogy fehérjére az élet minden szakaszában szükségünk van, megfelelő mennyiségben és minőségben. A túlzott fehérjebevitelre azonban már csecsemőkorban is érdemes odafigyelni, és a későbbiekben is ezt szem előtt tartani, hiszen ha nem az életkornak megfelelő mennyiségű fehérjét biztosítjuk a gyermekek számára, akkor ennek következményeivel a későbbiekben számolni kell, és itt elsősorban a következmények között érdemes kiemelni a túlsúly és az elhízás megjelenését.